Egy bő hét pihenőt követően december 27-én már elkezdték a felkészülést a nyíregyházi női kosarasok. Igaz, Farkasinszky Gyuláné csak napi egy edzést tartott a lányoknak, az viszont kiadós volt. Az első órában a fizikai munkára helyezték a hangsúlyt, a második órában pedig a technikai és a taktikai elemeket súlykolták Papp Klaudiáék. A cél az, hogy az év első bajnoki meccsére már megfelelő állapotban legyen a csapat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elleni idegenbeli mérkőzés a kötelező győzelem kategóriába tartozik a listavezető számára. Olyan mérkőzéssel kezdünk, ami minden szempontból jó arra, hogy a következő mérkőzésekre ráhangolódjunk. Tehát ugye itt hazai pályán nem okozott gondot ez a csapat. Azóta, hogy én elnéztem, még gyengültek is, mert ugye az Ahó Martin, aki itt azért aránylag jól egyegyezett, sok pontot dobott, az azóta már nem játszik itt a nemzetvédelménél. Ahogy elnéztük, új játékos nem tudtak oda vinni. Tehát annyi lehet csak a gond és a probléma, hogy idegenben azért ez egy aránylag kis terem, nagyon rossz palánkkal és nagyon rossz talajjal, tehát ugye itt arra kell figyelni, hogy a sérülés mindenféleképpen elkerüljük, meg ugye itt hazapán is láttuk, hogy egy aránylag agresszív, néha-néha már talán a durvaság határát is uralja a védekezés, tehát arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül valaki megsérüljön. A csapat legrutinosabb játékosa Farkasinszky Orsolya szerint, ha tavasszal is az őszihez hasonló teljesítményt tudnak nyújtani, az alapszakasz végéig megőrizhetik első helyiket a tabellán. Nagyon sokat tudtunk előrelépni, úgy fizikálisan, mint csapatszinten. Reméljük, hogy ezt tovább fogjuk tudni építeni, és nem fog talán több vereség becsúszni, vagy ha igen, akkor is maximum egy, és azt gondolom, hogy azzal lehetne őrizni tovább ezt az első helyet. A kadett csapatból is ugye többen már az NB1-ben szerepelnek, egyre többet tudnak játszani, egyre biztosabbnak érzik a helyüket. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy olyan mérkőzéseket tudunk játszani, amiket itt az utóbbi időben tudtunk, hogy meg tudtuk venni ugye akár a Szegedet hazai pályán, idegenben ugye a Vasast, ami egy nagyon értékes győzelem. Most jön ugye a Debrecen 13-án, reméljük, hogy győzelemmel tudunk majd levonulni a pályáról, illetve utána egy idegenbeli Szeged meccs, egy hazai Vasas meccs, amik a kemény mérkőzések közé sorolhatók. Nyilvánvalóan többi ellenfele sem becsüljük le, de talán ezek lesznek a keményebb mérkőzések, és itt fog majd ebből a négy csapatból elválni az, hogy ki lesz ugye az első, második, harmadik, illetve a negyedik helyen ki fog végezni. A nyíregyházi kosársuli pályázott a HEP Kupa 4-es döntőjének megrendezésére. Bár a szövetség a jövő hét elején dönt a helyszínről, a hírek szerint az NKS-nek jó esélye van arra, hogy a Szent Imre gimnázium csarnokában fogadja az Eltebe a Cújbuda, a TFS-e és a Baja csapatát.